16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello, 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 hello! Hello, hello! Szia! A like ingyen van, csak mondom. Tamás Baklava. A zene az néha elnémul, mert nem fizettétek be a zenehallgatási adót. Ropogjál, mint a bádog lemezt, a csöves! Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok egész évben, kedves barátok! Nagyon szépen kösz mindenkinek, aki támogatta, nézte, lájkolta, majd megbaszta bármelyik streamet, hello! És nagyon boldog új évet kívánok nektek! Reméljük, hogy jövőre, hát azért szubot vesztek! Pász meg nem lesz zene. Képzeld el. Képzeld el, ilyen világot élünk, érted? Vissza depis vagyok, bazd meg. Nem lesz zene vala. Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm, hogy a szádat egy bőrrel böködöm. Szia-szia, üdvözlés, hello. Szóval GTA RP Story, aki emlékszik az előző részre, annak jó, mert én nem. De azért! A rendőrség elkapott, ugye? Ez igaz? Igaz ez a legenda? Szádba lóg a Berettba. És akkor bele is vetődünk itt egyből a témába. Ez a pacskolás a kedvencem ebben a hangefektben. Mint ha valaki erőből rázna a gyíkot. Szóval elfogtak a rendőrök az előző rész végén. Ott hagytak, hogy gondolkodjak 5 percet. Emlékszünk, igaz? Emlékszünk? Elnézést! Na öreg! Szia! Nem mondom őszintén, na, hogy... Na öreg! Szia! Na öreg! Végig gondoltad, remélem, az életedet. Így van. Úgyhogy és eldöntötted, hogy mire akarsz így válaszolni. Van. Persze. Viszont azonnal át kell szállítsunk egy jobban őszintén. Jó, de itt előre bocsájtanám, hogy én transzexuális nő vagyok. Jó, engem ez nem érdekel, légy szíves, haladj el előttem kifele. Figyelj csak, a jogaimat tisztában vagyok, te, retkes. Hallgass-e végig. Nincs jogom banál, ne popázz. Elnézést, bocsánat, elragadtattam magam. Szóval, megyek. Tiszteletem, jó napot, diák igazolványomban 90%-os. Én transzexuális nő vagyok, engem csak női őrök motozhatnak, tiszteletem. Hát ezt már elbasztad. Hát ezt nem én basztam el maga, a jelvényszámát kérem, föl lesz jelentve. Jelvényszámom 77-80. Jó, vagy szobd le magad akkor, jó? Köcsök gyerek. De akkor a Schengennek egy szót se tudod nagyon jól, ugye? Kíván valamit elmondani addig, amíg utazunk? Igen. Szarnom kell. A rablással kapcsolatban. Mindjárt beposok. Egy cigit kérhettek, hát elnézést. Dohányzó a vagon? Elnézést, hova visznek most engemet? Valami last minute utazás? Még a lesz előre. Hát ez sajnos nem álmodunk van. Figyelj csak ide. Öreg. Igen? Jó volt veled szolgálni. Mondjad, Nem hallották ezt a hangot? Nem. Milyen hang? Milyen hangot? Nem. Bazzeg a kerékacsapád jobb belő búg, mint a kurva isten. Egy mindent megpróbáltam. A gyengék elhullanak. Igen, itt van bent a hallgatók. Giulio! Erre kell menni tisztelettel. Én utánam kell jönni, jöjjön csak. Jövök, de hát nem bírok, hogy gyorsan ropog az izület. Figyeljetek, nehogy meglógjon. Joker! Mégis becsukódott, majdnem bevette az órát. Figyeljen oda. Lali, hagyjatok már békén, hallod? Azt rám mondtam, hogy hagyjatok engem. Geci, kezdődik az a család. Oké, köszönöm. Itt van uram, hall engem? Szabd le magad, buzi csúlyó. Hát hogy lennék, Dick? Na persze, hogy hallok. Ó, itt valami faszverő parti lesz, hogy egy zsebkendő van, tiszteletem. Jöjjön nyugodtan, kérem. Én nem ülök, leállok, mint a lovak. Hát de mégis leülök. Miért? Nem érek rá. Na szóval. Kezdődik a Lucy szíta. Most, hogy biztonságban megérkeztünk, egy beismerő vallomást szeretnék kérni. Hát én meg egy izét, egy... Kaszinó rablás, mond valamit? Én meg egy Big Mac-et nagybedűbe. Azt kérdék. Azt egy darabig rá fog látni, uram. Én meg azt kérdem, hogy tartsd a szádat. Szóval... Én úgy érzem, hogy hosszú lesz ez a kihallgatás. Micsoda? Milyen? Kaját rendelhetünk az úrnak, majd meglátjuk a végén, jó? Így, nagyon jó, köszönöm. Szóval mi van? Tehát, kaszinó rablás. Mond valamit? Soha nem hallottam ilyesmikről. Kaszinó tojásról már hallottam, de az a baj megposott, fosok, mint a pelikán, ha olyat teszek. Ne hazudjon. Én nem hazudok, Dick, nyugodj már le, mit hebűsz föl? Tisztelettel mondom, semmilyen kaszinó rablásokat nem hallottam soha életemben. Az új lenyomata, a vér, a DNS-e, az már kijelentésre került, meg is tudom mutatni. És mi van ráírva, hogy terhes vagyok? Majd mindjárt COVID-os. Elolvassátja. Oda is adom, legyen kedves használni, és olvassa el, hogy mi áll rajta. Megkapta? Hát én már meg. Az új lenyomata, a vére ott volt. Most valamiért felálltam. Tölténhüvelyekből egy elemzés. Jó, tehát minden bizonyítékot megkapott. Látja, hogy nem habókkal beszélünk. Na, ott van. Neveket keresünk. Frank Cassel. Az nem én vagyok. A Frank Cassel
az, hogy regisztráltam a Deki Frankaszül, Kastélyos Ferenc. Ez nem én vagyok. Na, erről beszéltem. Az kicsoda. Ki a Frankaszül? Én nem ismerek semmilyen Kastélyos Perit. Én viszont tudom, ki az. Na, hát akkor lehet, hogy maga a bűnös, maga a bűnöző. Az a barátkodást hagyjuk, nem? Meséljen akkor, hogy hogy történt ez a rablás. Kik a megbízói, milyen iratokat vitt el, átadta el nekik? Figyelj csak ide! Van-e? Most is szerettem mondom neked, hogy nem a cirkuszban vagyunk, én nem bohózkodok. Neveket akarunk. Sanyi, kontaktokat. János, Peri, Etelka, Rozi. Milyen nevek eddig? Azt sem tudom, miről van szó. Figyeljen velem, jó ne vicceljen a megbízói nevét. Nincsenek bizalmasaim. Magában nem nézünk ki többet egy kukázásnál, uram. Erről van szó. Ezért nem is tudom, mit keresek itt. Hát arról beszél, hogy ki bízta meg a rablással. A hazugság az a gyengék fegyvere. Az őszinteség és az előremutatás és a justice. Mondjad már neki, hogy nyugodjon meg, attól megnyugszik, ne idegeskedjen már. Amúgy tényleg mi a faszomat kell itt idegeskedni, tiszteletem, hogy kérdezzem már meg. Teljesen nyugodtak vagyunk, nem mi kerülünk rács meg, uram. Hát dehogy nem, itt csapkodja az asztalt, meg vergődik, mint a portra vetett hal. Én nem csapkodom, uram. Én kényelmesen állok. Én csak azt mondom maguknak tisztelettel, hogy megy föl a cukrom. Megy föl a cukrom. Megy föl. Fölmegy a cukrom 3000-re. Őszintén vagyok, nézem már meg, hogy ilyen csimpánzcsöcsű vagyok, nyugdíjas. Hát mit rabolnék? Jöjjél már ki egy nevet! Elnézést rászólod a kollégájára? A barátod holttestét is megtaláltuk a helyszínen. Micsoda? Milyen barátom holttestét? Egy másik csövesét. Az, hogy hozzád köthetünk. Hogy nézett ki? Hogy nézett ki? Hogy rövid nadrágban volt és hosszú zokniba. Hát azt sosem nem láttam. Ne vadd be neki, öreg! Nem ezért vagyunk el! És? Hogy ide az öreg? Vadd be neki! Tudod, hogy engem is így nevet anyukám. A barátjának volt egy igazság. Volt egy ismerősöm, úgy hitták. Mondd meg neki, hogy igazság, öreg. Úgy hitták Lajos. Igazat. Ez az! A vezeték neve, a vezeték neve Ó volt. Ó Lajos. Lali, menj már nézd meg, hogy nem vagyok ott, jó? És, ez az Ó Lajos, kibaszott idegesítő karakter volt. Nagyon fölbaszott mindig, mert állandóan vágta maga alatt a pát. Öreg, az igazat jó, amit mondták. És ez miatt vagyok szomorú, hogyha más világról is ezt csinálná, akkor teherbe basznám. Nincsen semmilyen dokumentum, tüdőszűrő leletem van. Nemrég voltam tüdőszűrő alkalmassági vizsgálaton, jelentkeztem az Aldiba. Nagyon rosszul esik, hogy a törvény így kibabrál velem ártatlan létemre. Épp nyitom az ajtót, jöjjön. Igen. Aztán zárni is fogom jó hosszú időre. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Ne zavarjanak, legyenek szívesek, rendben? Biztos lehet, hogy nem zavarjuk. Köszönjük szépen, viszontlátás. Az ivóvíz pedig a WC-ből, jó? Viszontlátásra. Jó van, szobd le magad. Tönkretetted a boldogságát a testvérednek, ezért passzolsz. Meglátszott a csóró. A terhes húgomat ilyen helyzetbe hozott te, börtöntöltelék csicska geci. Na, nyugodjon meg, kolléga. Figyelj csak ide, köcsög gyerek. Hogy beszélsz apáddal? Sziasztok, gecik! Jön kolléga, ígyom meg egy kávét. Bassz meg. Jó napot, kiskezi csókolom. Szavasz, Hector. Édik, szia, mi van veled? Tudod te, hogy miért vagy itt? Hát azt tudom, de hogy te miért, azt a jó Istenem tudja. Éhes vagy? Én azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy megölted a fiamat. Most miért mondasz ilyen csúnyát? Mert te voltál! Te keverted állandóan bajba! Figyelj csak ide! A barjúfészek fejedet ketté fogom fejelni. Senki nem ölt meg senkit, halucinálsz megint. Hát én halucinálok. Te vagy a bolond, nem én vagyok a bolond, egyáltalán. Megölted a fiamat! Figyelj már ide! Mivel kapcsolatosan? Én? Te csöves! Addig! Azért ez most föltörte a szádat egy kicsit. Nem szabad egy úri azt, hogy nem beszélni. Nem ez lett volna, ha nem így döntöttél volna. Teljesen más lenne, most nem lenne halott a fiam. Nem is halott. Ezt honnan szedett? Dehogy nem! Szégyeld el magad, Hector. Mit csináltál? Figyelj csak! Ez most eléggé szíven ütött. Honnan tudod, hogy meghalt? Megadtam volna neked mindent, érted? És te meg elhagytál minket. És most nem ez lenne. Mondtam, hogy csak tejé mentem le, bazd meg. De nem találtam tejet 10 évig. Nem tudtam tőle elbúcsúzni. Itt van a tej terméked eredménye. Meghalt a fiam. Csak egy kicsit, de az nem rendes. Te csöves lettél, azt hiszed, hogy így menő vagy. Egyébként
Nem vagyok az szerinted? Nézd rám. Anya. Nem vagyok menő. Kezdte le lenni a faszom, szóval tekerjél el ebbe a volumén. Meg kinyúlok a rácsok anya között, ezt megboxolom azt a nagy tokmányorodat. Honnan veszed ezt a baromságot, hogy meghalt, te hülye? Normális vagy? Szered a gyógyszereidet? Elég deep amúgy, igen. Ne beszéljél velem így. Hát te hogy beszélsz velem? Miattad halt meg? Örülök! Inkább nem is, figyelj, örülök annak. Együtt se voltunk. Semmi, elmenti teljét, ez volt a legjobb döntés a világon. Hát akkor most már nem is szeretsz? Ölej meg. Szereted? Ki szeretett téged? Soha ölej meg, te kandisznó. Figyelj csak ide, nem is tudom, mit mondhatnék ezekben a nehéz időkben. Lajos meghalt. Én mindenben jobb voltam, mint te. Miben? Mert például a 100 méteres gyorsfutásban biztos nem. Meg hát ugró kötelezni ezekkel a csöcsökkel. Rablónak is szar vagy, nemhogy embernek. Na figyelj csak ide! Legszívesebben leköpnélek, annyit se érsz. Ne pazarold a gyálod, mert még jó lesz, amikor szompákolsz a virslin. Kezd fölvenni az agyvizem, ugrik fel a cukrom, csak tajkártyát készítsd elő, mert ezer orvos nem rak össze, hogyha fölidegesíted. Ezek hazudnak, koholt vádak. Meghalt a fiam! Meghalt, Lali, felfogod ezt? Vagy ennyire hülye vagy? Figyelj csak ide, miben tudod bizonyítani ezeket az állításokat? Mert van bizonyíték, Hector, azért. Na jó, van mindjárt. Meg érzem, anya vagyok, érzem azt, hogyha valamit elveszítek. És igenis érzem azt, hogy elveszítettem a fiamat. És ez mind a te hibád. Dik, azért ne add már elő itt azért, a Máté Szalkai Merlint, hogy te érzed. A Jedi visszatér, Dik. Varjú hajjal, meg csüngő csöccsel. Na jó, figyelj csak ide. Most már elég volt ebből a bántalmazó és abuzáló viselkedésből. Kérje bocsánatot. Mondom, kérje bocsánatot. Kérj bocsánatot. Szereted meg a fiamat. Mert cipóra merlek. Megmondom, kérje bocsánatot, ami így viselkedtél. Figyelj csak. Nem tudom, a podrász pénzkért vagy elnézést. Azt itt játszod az agyadat. Nézd meg, mégis tudom, mint te. Miről beszélsz, Déke? Boxolod a levegőt? Az albérlet meg nincs kipizetve. Érted? Boxolod itt a levegőt, meg játszol itt a nagyasszonyt, a dívát, bevonulsz ide. Érted? Mint a Örüljön, hogy valaki meglátogatott. Mint a gyirgelesei Britney Spears. Érted? Azt itt előadod. Mit látogattál meg lehordol itt engemet? Hogy én megöltem ezt meg azt? Ha vissza lehetne tekerni az időt, akkor nem álltam volna veled szóba. Annyira ideges vagyok rá, hogy már... Látom, Dik, üveges érdekel a tekinteted. Na gyere, borulj ide a papa mellyire, gyere na. Meghalt, érted ezt? Meghalt a fiam, és miattad? Temetésre biztos nem fogsz eljönni. Figyelj csak, oda megyek, ahová akarok, nem te fogod megmondani. Hú, bazzeg, ez tényleg rossz volt hallgatni. Nagyon jó, egyébként valaki írt, hogy idegesítő hangja, kurva jó játsza, nagyon jó játsza Lali anyját, és még a színészi játék is kurva jó. Rendes megütött, ahogy kimondta. Szóval... Ez pacek, ez szomorú volt. Halló, itt vagy? Szia, mi a helyzet? Halló, elgondolkodtam? Mint gondolkodtál-e, drágám? Figyelj csak, mama, tudod, mint gondolkodtam? Hogy ma még kopogni fogsz azon a motorházon. Ó, benne vagyok. Ma erről beszélek. Vagyok. Ez a Lali anyja. Az mi újság van? Mint gondolkodtál-e? Figyelj csak, arra gondoltam, hogy bevágom neked azt a szemet, pölakat, a gyögyörtő, ezeken. Ilyen gondolatok vannak, Dik. Ha mind gondolkodnék, na azt mi van? Veled bármikor. Na látod, ezt a hozzáállást szeretem. Ezt már szeretem. Ebből lett az a, konyhamalac. Hú, de forró gázsi vagy. Hogy hívnak, szia, ne haragudj. Te vagy a Peri? Ne mondd már, hogy nem tudod. Na persze, hogy tudom. Csak nevetgél volt a reggeli. Csacsi. Tudod, elviszik amit megbeszéltünk. Ott sétál egy buzi. Hello! Aj, annyira örülök, hogy itt vagy velem. Hát én is nem csak örülök, hanem hamarosan ürülök. Figyelj csak azt, mikor nem vagyunk együtt, akkor te azért szoktad csípkodni a izét? Csapkodod a halszagot? De őszinte legyél. Scratchelsz? Aj. Na most őszintén, Dik. Hát most... És miért mondasz ilyeneket? Ez csak egy dokumentum gyűjtés, hogy... hogyan viselkednek a nők a magányos szexualitása kapcsolatban. Előkerül a rücskös kígyóborka, vagy nem? De őszintén, mi a véleményed ezzel kapcsolatosan? Ez nagyon jól hangzik.
Bocsánat, csak annyira figyelem az utat, de... Látom, egy kicsit ráncolod a homlokon. Teljesen elvesztettem a fejemet, hogy itt... Látom, hogy most a stresszbe vagy. Nem ám szarnod kell. Figyelj csak, ha szarnod kell, megállhatsz. Nem cink. Hát most azért, érted, előttem nem kell szégyelni. Minden rendben, semmi baj. Semmi baj. Minden rendben, én azt mondom. Annyira profi vagy, jó nézni, ahogy itt te békenykedel. Ez a parkolás? Szerintem hagyd a paszba. Figyelj csak ide fele, már 15 oszlopot kivittünk. Ezen a parkoláson már nem múlik semmi. De mi? De ülj vissza, hát de, mozizó. Nem, csak kiszálltam, mert pingarom kellett, és nem akartam ide. Aha. Mit szólsz hozzá? Ez milyen film lesz? Pordó? Most oda nyúlok a combodhova. Hát. Figyelj csak, nem tetszik, nekem is nagyon tetszik, azért egy kis zsíros kenyeret még be kéne verni, hogy bírjad a strapát, de figyelj csak, elég pacek. Én azt mondom. Most oda nyúlok a slitszembe, lehúzom. Nézd csak, mi van itt, az igen. Úristen. Be van pukkaszva. Nagyon jól néz ki, nagyon tetszik. Hát hogyne, nem köpködöd meg a végét. Nézd meg kell, azt ott meg kell köszönni. Hát én nem értek hozzá. Te már láttál ilyet? Ilyen kezdel simogatni, én megnézem. Figyelj csak, ez nem a single player, ez neked költ. Neked vannak ilyen pétiseid? De most őszintén, figyelj csak, négy szem között vagyunk. Mondd el akkor az igazságokat. Hát, mi erre gondolsz? Hát mit tudom én, hát van egy csomó. Mit tudom én, megkorbácsoljanak, és strandpapucsa vagy szeretem, igen? Szeretem, ha nyalogatják a lábujjamat. Tényleg? És közben csapkodják a popsimat korbáccsal. Hát de hogy... azt nagyon szeretem. De ezt egyszerre kell csinálni? Tehát szopolja valaki a lábujjad is közben korbácsol. Mert ez elég furcsa lenne. Tudom, ha neked ez megy, akkor... Nekem? Még egy zongorázni is tudok közben, ha akarod. De úgy megszopkodom a lábujjad, bőr nem marad rajta. A zongorán, mit szólsz hozzá? Simán jó. Simán jó. Retket kiszívom a körmed alól, ha kell. De vállalod, ezt értem. Hogy a faszom? De figyelj csak, egy dolog van. Ennyire szeretsz? Úristen, tényleg? Igen. De remélem, hogy a bundázzoknit leveszed, akkor nincs össze lábujjad közt, mert azt nem bírnám elviselni. Azt milyen? Neked milyen lábujjad van? Ilyen krumpli? Tudod, van... vannak ilyen krumpli lábúak, tudod? Ilyen nagy... Nekem szép. Na jó, hát azért ezt majd én azt eldöntem, oké? Okay? Srácok, a türelmeteneket basszátok már ki, légy szíves. Ez egy sztori. Hát csókod, baby, utána elmegyek a mosdóba. Persze. Utána jövök, a tied leszek. Gyere, nyelvezzünk egyet, te vadállat. Na, mindjárt jövök. Rendben. Nézze, mi picsa van alatta. Rendes, visszaköszön. Jó, hogy nem tapsol. Ajjaj. Szép estét, uram. Kis kezi csókolom. Egy hely. Bejöhetnék. Hát. Nem is tudom. Hogy jobban lássam a filmet. Tessék parancsolni. Még meleg? Az igen. Azért itt föl vannak fújva az karosszéria elemek, tisztelettel. Igen, de bemutatkoznék. Hát, rendben. Évi vagyok. Én is Évi vagyok. Maga nem lehet Évi, maga férfi. De... elég szexi. Tényleg az vagyok? Férfi. Hát most nem is tudom, mi legyen. A bőség zavarra. Megmondom őszintén... Mit keres itt a premiéren? Hát engem elrabolt ez a hölgy, aki elment most a WC-re. Ezt nézze, mutatok magának egy-két pozit. De nem szeretném, hogyha összepirazsírozná az ülést. Oda nézzen. Az igen. Ott a lapocka megfeszült, a trinyó, a csukja. Az igen. Hopp! Ez SMS-em jött. Elnézést. Azért nem véletlen voltam szertornász 72 évig. Micsoda segg. Most rácsapok a seggire? Az igen. Ez a panda baci azért beveszi a 70-est, látszik rajta. Maga esetleg szingli? Én? Ha hogy a faszom van el? Szingli is vagyok, meg minden. Mutatkozza nekem? Persze. Tarhonyás Tamás vagyok. Üdvözlöm, Tamás. Kiskezi csókolom. Tamásnak? Vagy tegező? Hát most a barátaim úgy szoktak én, hogy Tompa. Tompa. Jó, rendben. Estlen, geci. Én is szólítalak Tompának, szép fiú. Rendben. Akkor, mikor tudnál leghamarabb elvinni engem randizni? Mostanában elég drága az üzemanyag. Először le kell szögezni, hogy lesz-e kuppantás, vagy nem. Ettől függ. Az a randitól is függ, hogy milyen lesz a randi. Hogy mit fizetsz nekem. Jó, de akkor, hogyha nem, akkor felezzük a költségeket. Megbeszéltük. Akkor kezet rá. Kezdett rá. Na, hát akkor a mai estén találkozunk, az unokahúgomat megvigasztalom, hazaviszem,
És akkor... Jó, rendben van. Rendben? Puszilla. Smám. Szia, hello, szia. Jetszi. Ez az öreg. Micsoda izgalma, kérem szépen. Ez az öreg, ez kiborít. Hatalmas. Nem tudom, hogy mehetett volna egy másik szár. Lehet. Tarhonyás Tamás. Ez... Jetszi. Hihetetlen. Az öreg már nagyot megy. Már csábításból jeles az öreg, bassza. Gyere, üljél le. Mit állsz ott? Hát most figyelj, álltam, mert érzem, hogy görcsbe vagyok. Ja. Mert tudod, nagy edzésekre járok most. Aha. Azt... látszik is rajtad. Hát hogy, de ki vagyok szálkásodva. Ki vagyok szálkásodva, mint a tető létsz. Érted? Mi ez a tetoválás rajtad? Az szexi. Figyelj csak, ez Vietnámba szolgáltam, képzeld el. Hm? Ott voltam tereprendező. Kisiparos. Ja, nem ágyus voltam? Az is voltam, ágyus voltam, meg zongorista, meg minden. És a hallásod az nem sérült? Hát, nem, azt hiszem nem. Jó, rendben. Mondjad, hogy szia. Szia. Hát most ezt nem hallottam. Még egyszer? Akkor hello. Nincs nálam, teló. Na jó a fülem, de nem csak a fülem jó. Akkor mi jó még? Hát a passzom is nagyon jó. Ez mire jó? Figyelj, csak több funkciója van neki. Ha kell, szöget is beveri. Érted? Iszunk valamit. Hát figyelj, csak felőle mi hatunk. De jó, akkor menjünk, ígyunk valamit. Vagy hozzak neked esetleg koktélt, vagy erősebbet iszol. Hát valami ütőset, van legyen minden lórugás. Jó, rendben. Körömlak lemosóban, az lenne a legjobb. Nem tudom, mi történik. Itt a nőügyeket kell föltárni, úgy látszik, a Lalinak az anyja volt az előző. A hangjáról megismertik, ugye? Illetve valami erős italat. Rövid legyen? Egy perenc keserűt, ha lehet. Perenc keserűt. Jézusom! Semmi baj, csak rápihenek. Nyugodjál meg. Figyelj, csak ide megborultam, mint a nyugdíjas vénasszony a busz végébe, kicsit, mert most megcsapott ez a izé, ez a szerelem, tudod? Pillangukat érzek a gyomromba, ahogy rád nézek, ez az igazság. Úristen, érzed, hogy fő van keményedve? A térdem. Az azért érzem, van. A fogat is mostál. Persze. Dezodoráltam minden, bátya. Zavarba hozol. Isten, nem tudom még ilyen közelről a szemedet. Ér is meg te, hogy hamar látsz. Megvan a hidegház, elkerülne minden. A combom mindjárt elolvaddik. Tiszteletem, urak, tiszteletem. Tiszteletem. Hadd kérdezzem meg, ez egy gender elfogadó hely? Itt buzik minden van? Ez kemény, ez kemény. Ez lenne a kérdésem. Hát csak bejönni jöhetnek be, tudja? Kimenni már nem mehetnek, vagy mi? Megmondom őszintén, hogy, hogy nem szeretek hazudozni, ez az a terve, hogy beviszlek egy sikátorba, azt lerántol. Mit szólsz hozzá? Hát szerinted... Igen? Figyeljél már! Igen? Mi vagyok itt töltözve, egy ilyen szép bárba eljöttünk is, majd egy sikátorba fogsz itt engem bevinni. Te nem szereted az ilyen szerepjátékos dolgokat? Vagy mi van? Mert milyen szerepjáték lenne ez? Hát mit tudom én, bármit is el lehet játszani. Én vagyok Gandalf, te meg vagy a Hobbit. Szaladsz a gyűrűbe elé, meg chattingetek, hogy jön a Gandalf, vigyázat, húzzat szét a pinádat, vagy valami. Én lehet, hogy nem sugar daddy lennék, hanem sugar daddy. Érted? Mert azért, ha rám nézel, látszik, hogy itt azért van a polc mögött matéria. Érted? Van benne anyag. Fél óra múlva legyél a Strawberry Avenue 62 számnál, jó? Hát, figyelj csak! A címem. Igen? Írd fel valahova, vagy megjegyzed? Hát, mert nekiszaladok, megpróbálom. Mi volt a szívem? Most vásároltam ugye nemrég, és nekem is még új ez. Szóval is kipróbálhatnánk a szobát. Úgy legyen, azt figyelj már. Hát nekem még fel kell készülnem. Rendben. Menjél nyugodtan. Na jó van. Akkor majd másfél óra múlva találkozunk. Strawberry Avenue 62. Szia! Szia! Eper Sugar Route 62? Én nagyon élem egyébként. Nem annyira akciódus, pörgős, kurva jó. A Lalival való anyjával való beszélgetés megint nagyon jó volt. Mi a fasz? Elárulod végre, hogy ki vagy? És minek kellett ide jönnöm? Minden megfosztom idővel, nyugodj meg! Mi a nincs fasz? Nincs senkit a világon. Csak Amy, akit majdnem elveszítettél. A barátod miatt. Aki egy önző ember, de és csak árt neked. Legutóbb is közel. Milyen ember? Ez a barátunk volt régen. Csoda, legutóbb sátvért titeket. De téged nem emlékszel? A barátunk volt a csávó, vele raboltunk ki egy... Ne felejtsd el, hogy Lucyt is lelőtt, ó nélkül. Minden hülyeségbe ő rám. Anyád belpik, meg a hideg is kirázott, geci. Emlékezz csak vissza, mennyi ártat belzsákmányoztatok ki? És mennyi embernek tönkretettétek az életét? Ember, a legjobb barátomról beszélsz. Most miatt vagyok az ember, aki vagyok, érted?
Neki köszönhetek minden. Tőle tanultam. De kurva mindent, menő. Együtt nőttünk fel. Ő a barátom volt. A jobb kéz a barátom volt régen. Együtt raboltunk. Emlékeztek az előző részben. Mondjad. Mit köszönök? Neki köszönhetek minden. Amikor nem volt senki, ő segített rajtam. Ő karolt fel. Ő mutatta meg, hogy hogy lehetek az, aki most vagyok. Az meg. Érted? Együtt loptunk benzint, együtt jártunk csajozni, piálni. Jobb kéz. Az öreg barátja volt régen. Büszke. Igen. A múltban raboltak, meg ilyenek. Miatt mondod, hogy ki vagyok? Persze, egy szarember. Milyen szarember? Miért adod a legjobb barátom a szarembernek? Hogy beszélsz így róla? Hát embereknek titek tönkre az életét. Nem fogod fel? Na, eláruljam, mit akarok tőled? Hát igen, már nagyon kíváncsi lennék rá. Segíteni fogsz nekem, vagy megölöm azt, aki legfontosabb a számodra, a drága Émit. Nem. Ez az egyetlen esélyed, hogy megmentsd. Az Émit basztuk meg bajnál az előbb. Közös. Csak én nem értem, hogy ezt hogy csináljad. Ezt ki akarom deríteni. És most velem fogsz tartani, és megmutatom az igazi hatalmat. Ahol senki nem állhat az utóban. Adok neked egy eszközt, amivel képes lesz utazni az időben. Mi a fasz? De figyelj, én itt nem bántatok, azt nem engedem. Figyelj ide, én parancsolok. Mi az eszköz? Ezzel utazhatok térben és időben? Ez igen. Komoly. Igen, ezzel utazhatsz. Ez honnan jött a jobb kézbe? Mert átvesz engem, és ez hogy működik? Ülj le szépen, és erősen koncentrálj. Arra, hogy térben és időben hova szeretnél menni. Gondolja nem távoli jövőre. Úristen, de epic, bazd meg. Jó. De kurva jó. Hogy üljek le? Nézzük, képes vagy rá. Ha elrontod az időutazást, akkor egy időhülokban is ragadhatsz. Vagy megszűnsz létezni. Lássuk, csodál. Képes vagy-e túljönni. Ha geci sikerül, akár a jobb kezem is lehetsz. Jobb kezem is lehetsz. Kibaszott epik. Úristen. Ez tényleg működött. Mi a fasz? Durva, hogy az öreg most barátja volt a jobb kéz. Indulhatunk főre. Vajon durva. Dick már itt a főnök, először mondta, hogy főnök. Én sem tudom ezeket a sztorikat, de az, hogy az öregnek a spanya volt a jobb kéz, régen raboltak egy kajánát, meg faszom, nem tudom, emlékeztek-e rá. Gyertek. Baszott jó. Szia, mi jóság? Hiányoztam. Kiraktad a kábelt? Jó sokáig tartott. Hát mit tettél? Laktózérzékeny vagy mi? Egyébként hiányoztál, igen. Már majdnem elsírtam magam. Most nézem, milyen málna szád van neked. Azért nem semmi. Igazi cumpákolni való. Ugye? Tetszik, mi? Igen, de furcsa, hogy nem egyszerre pislogsz, hanem szemenként külön. Minden rendben, jól vagy? Hiányoztam. Esküszöm, mondom. Megsárgultam itt, mint egy antik szerződés a hiányodtól. Komolyan mondom. Mint egy májbeteg. Nővezet, igen. Csoda. Mondom, igen. Jól van. Reméltem, mi sem úgy. Mondjad akkor. Mit szólnám, hogyha hazamennénk? Gyerünk! Na, akkor indulás. Menjünk hazafele, mert nem akartam eddig mondani, meg kellemetlen egy kicsit, de már pirkán a vége. Hazaérünk, ott szarok, el kell tőle búcsúzni. Le kell tiporni a vécén. Úgy kell leszárnom, mint a férfi bicikliről. Ez olyan jó volt. Ó, neked is. Annyira jó volt, hogy nem is emlékszek. Amnéziás lettem. Sokkot kaptam. Hát elhiszem. Pretty woman! Én is. Remélem védekeztél. Hát, ez már sose derül ki. Lehet, hogy nem, vagy mi. Csináljak neked kávét, hogy valamit esetleg ezután megéheztél. Hát én nem vagyok éhes, mert diétázom. Megképzett, kiderült, hogy csak zöldséget tehetek, mert posok, mint a pelikán, hogyha nem azt. Hát akkor csinálok egy salit. Nagyon. Mit szólsz? Rendben, köszönöm szépen. Nagyon... Menjünk ki a konyhába, rá is gyújthatsz, ha gondolod. Azt mondják, hogy szed. Igen, dobtál. Jó a cigi. Minek örülzik, hatos dobtál? Nem bírom amúgy. Élvezted, ugye? Figyelj csak, mondasz, esküszöm, olyan volt. Majdnem felsírtam, mint az újszülött Dick. Tényleg vigyáztál? Hogy nem, én mindenre vigyázok. Nem lesz az, hogy 9 hónap múlva itten nagy hassal, meg mindennel. Hát akkor, hogyha beuzsodnázva, maximum akkor szeretnék lesz. Szeretnék én gyereket, de még azért most nem. Hát persze, megértelek. Figyelj csak, ragd magad takarékra, ne aggódjál. El vagyok jegyezve. Semmi baj. Tényleg védekeztél? El vagy jegyezve? Igen, de tudod, hogy szeretlek, és veled akarok lenni.
Nyilván azért voltam. Megérdemli a sorsát ez a kurva. Örökre. Figyelj csak! Csak a tiéd, te is az enyém. Így van, ne robázzál, nyugodj meg. Nem durrantam bele a kesztyűbe. Érted? Készülök ettől majd résztől. Tényleg nem kell semmit? Nem, köszönöm, most nem. Egy sört, vagy valami? Megmondom őszintén, hogy nem iszok alkoholt. Valószínűleg Lajos így született. Csinálok kávét, jó? Mit szólsz hozzá? Rendben. Jó habosat. Egy habosbabos mézes mázast? Igen, olyan, mint amilyen te vagy. A gondolkodással kapcsolatban szürke homály és rózsaszín köt keveredése a szerelem legfőbb definíciójának osztva kettőben gyökvonás, és akkor csak kijön a végeredmény. Csak bámulok, annyira okos vagy. Köszönöm szépen! Az én... Szeretlek. Én meg a pizzát. De te miért nem mondod? Nem szeret? Micsoda? Dehogy nem. Nem erről van szó. És akkor elveszel feleség? Megkíred most a kezem, légy? Hát, figyelj csak! Tudod, mint gondolkodtam mostanában? Kimennék színi egy cigit rendben a ház elé, pillanatra. Ez lenne a közös otthonunk. Ez? Gyerekek, egy fiú, egy lány. Na, és én hol lenne az én szobám? Gardróbban, mint Harry Potternak? Nem, hát velem alszol. Figyelj csak, ez nagyon jó hangzik, viszont valószínűleg elmegyek tejért, mert nincs itthon tej. Rendben? Rendben? Ne menjél. Jó, itt tévézzünk, fújjunk össze, két szerelmes pár. Jó, de nekem szükségem van tejre, mert olyan gyomorsan van, köpök egyet, ez főmarja a parkettet. Érted? Akkor te hozok vizet akkor. Hát a víz az nem jó. Vagy megmasszírozlak. Az nagyon jó hangzik, és nagyon szépen köszönöm ezeket a viselkedéseket, igazán imponáló. És a szerelmünk következő szintjét kilátásba helyezi ez a fantasztikus hozzáállás, amit prezentálsz itt az elmúlt percekben. Tisztelettel, engedelmeddel, és nagyon köszönöm. Jó, adok pénzt, tessék. Köszönöm szépen. Na, elszaladok szerelmem, tejé. De hozzá tejet, kenyeret, tojást. Igen? Tusfürdőt, borotvát neked, tudod? Igen, persze. Hozok mindent. Rendben. És vállak vissza. Nagyon fogok sietni. Vacsit. Látod ezeket? Ez trikómat látod? Mire hazaérek, nem lesz rajtam. Van gyorsabb fog szaladni, hogy a bimbómat kikezdi a szél és leszaggatja. Engedek neked meleg vizet. Ja, ott pancsizzál, gyertyafény, meg minden. Jó, azt hittem, hogy gázt akarod megengedni. Meg epret. Rendben, hozok mindent rendbe. Annyira szeretlek. Siess. Köszönöm. Mindjárt jövök. Már most hiányzol. Egy csókot azért kaphatok. Figyelj csak. Hiányzol már most. Te is nekem. Szia, baby. Szia, hello. Jövök mindjárt. Az Isten bassza meg. Geci, ez annyira jó ez a rész. Annyira bírom az öreg karakterét, hogy ilyen egy gyökér, valami félelmetes. Hallod? Figyelj már ide! Mit paszt ütöd itt a rácsot? Nagyon sokáig itt fogsz rohadni. Addig, amíg nem árulsz el a használható információt. Itt fogsz megrohadni. Na, jó legyél. Paszt meg. Wow. Úristen, de jó volt. Valószínűleg ez ennyi, srácok. Ez brutál epic volt. Nagyon jó volt. És engedjétek meg, hogy megköszönjem egyébként mindenkinek, aki részt vesz a GTA RP Story-ban. Nagyon szépen köszönöm, hogy az idejüket nem féltve, meg minden a hozzáállásuk. Nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm a mai szereplőknek, mindenkinek, meg akik szerepeltek egész évben. Nagyon epic. A Lali anyjának, az Éminek, Jobbkéznek, Zokninak, nagyon-nagyon szépen köszönöm Bobnak, mindenkinek. Imádom az egészet, ahogy történik, úgyhogy nagyon szépen kösz nekik. És nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt évet. Nagyon szépen kösz mindent, amit tettetek a csatornáért. Legyen az bármi, néztétek, szuboltatok, dorítetek, csillag, like, megosztás, faszom. Nagyon nagy királyok vagytok. Úgyhogy köszönöm szépen. Szevasztok, hello, és sziasztok, és hello.